Egy okfejtés szerint az időutazás a múltba azért nem működik, mert az időutazó miatt olyan változások történnének, hogy az ismert jelen nem jöhetne létre. Egy kivétellel, ha ezt Bence Attilával teszik. Utazzunk együtt a fiatalságunk megidézése felé Karácsony Jánossal. Felvételeink helyszíne Budapesten a Remix Retro Disco, ahová az örök fiatalok járnak. Szia James! Szia! Szia Attila! Látod, most lebuktam, hogy az első kép ott van, ugyanis a következő lesz. Elkezdünk utazni, te a beszélgetésünk közben megmondod nekem, hogy körülbelül hol járunk, milyen korszak, mert ugye több helyen is forgattunk mi az elmúlt 30 évben. Úgyhogy itt a kérdés, olvasom, hol forgattunk és minek szólítottalak akkor, amikor találkoztunk itt. Köszönjük, hogy ebben a gyönyörű épületben forgathatunk, a Budapesti Nemzeti Színház művész büféjében. Nagy örömmel tölt el, hogy elfogadta a meghívást Karácsony János. James? Igen, már emlékszem. Köszönöm, hogy itt vagy. Jó napot kívánok mindenki. Kedves tanár úr, köszönöm, hogy el tudott jönni. Feltétlenül. Már bocs, hogy letanár úrasztak, de úgy tudom, hogy mostanában így is szólítanak elég sokan. Egy éve elkelt a bőröm, olyan értelemben, hogy a régebbiek folyamán megtaláltak engem már nagyon nívós, jó nevű zeneiskolák azzal, hogy egyéb koros rock kollégámmal együtt tanítsuk a feljövő fiatalságot jóra, zenére. Hát James, mit szólsz hozzá? Óriási. Esküszöm, hogy ez nem jutott volna eszembe, hogyha nem látom. Már úgy értem, hogy a képet a Nemzetiről, de aztán bekattant, hogy tényleg volt egy ilyen, és nem is volt olyan nagyon régen. Ez, szerintem ez 13-ban volt, de lehet, hogy 12-ben. Nem. Régebben? Nem. Jóval régebben volt utána. Úgy emlékszem, azzal viccelődtem, hogy ha én gitároznék, akkor én nagyon el lennék keseredve, hogy én sose fogok úgy megtanulni, mint te, és hát csak kedvetlen lennék emiatt. Erre te mit gondolsz, mit reagáltál? Nem emlékszem igazából, hogy mit válaszoltam, de talán azt, hogy a mai napig is még eljárnak hozzám egészen kicsik és egészen nagyok. A kicsikre 10 éves kor körüli emberkéket gondolok, a nagyokra meg 50 feletti, 60 feletti doktorbácsik is eljárnak hozzám. Tehát ilyen értelemben nem, még a mai napon sem lenne reménytelen, hogyha tényleg te felszívnád magad és azt mondanád, hogy eljössz hozzám is. Nézd, célozzunk meg valamit. Ja, te nagyon drága vagy. Nem, most már nem. Nézd meg, mit mondtunk. Ha én tanulnék tőled gitározni, én rettenetesen el lennék keseredve. Ugyanis tudnám, hogy soha az életben nem fog tudni úgy gitározni, mint te. Az korán sem biztos. Megmondom, hogy miért nem, mert a gitározás nálam, az én nevezzük iskolának, vagy nem tudom minek, ilyen kis közösségnek, a gitározás csak az eszköz, az csak egy hangszer. Én zenét szeretnék tanítani, az a célom, hogy zenét tanítsak. Jó a válasz. Gitár nevű hangszerrel. Na, jót mondtál? Jót. De az a célod, hogy zenét tanítsál el gitárral, hangszerrel. Igen, ez igaz. Ez azóta is így van? Azóta is így van. Dolgoztál te a Magyar Hanglemez Vállalat, Magyar Hanglemez MHV, az minek a rövidítése? Magyar Hanglemez Gyártó Vállalat. Magyar Hang, így van. Az a rövidítése, valamivel poénkodtunk. A zenekarral. Na fogadjuk, nézd hát meg, nézd ide. Tuti, hát más nincs. De ez egy boldogság, nem? Azért gondolkoztam el egy pillanatra, mert kérek szépen az történt, hogy a mit tudom én, 84-től vagy 3-tól, mint zenei rendező, zenei rendező, az MHV, tehát a Magyar Hanglemez Vállalat berkein belül, sok lemezni bábáskodtunk. MHV-t nem Mennyártól mondjuk Vikidál? De, nevezzük ők. Maradjunk ennél, legyenek ők, akkor hol a pénzem? Igen, hol a pénzem? Na, mi volt ez a Magyar Hanglemez Gyártó Vállalat? Mire gondolsz? Mit csináltál ott? Mit felkértek zenérendezőnek. Aha. Egy csomó lemezre. Azt kérdeztem tőled, hogy Karácsony Jánost a következő 50 évben hogyan és miért fogják emlegetni? Jó kérdés. Nézzünk előbb, vagy mondjam? Szerintem mondja. Mit mondtál szerinted? Nem, erre nem emlékszem. Hát... Essen meg a szívem, nézzük meg előbb, és akkor levezeted? Inkább úgy, jó? Na nézzük meg. Karácsony János... Az RGT gitárosa. Ennyi. Hát még van szerencsém. Nem az, hogy még van szerencsém, ez lesz a következő 50 évben, figyeld meg. Akármit fogsz csinálni, ezt nem is akarod überelni szerintem. Nem is célom. Szerintem nem célom. De az LGT az egy életforma, azzal nincs mit különösebben. Kikezdeni nem lehet, semmit nem lehet vele csinálni. Ja, hát igen. LGT egy életforma, és ugye soha többet nincs. Hát nincs. Külön-külön játszunk, fogunk játszani. Tudom. Idén is, meg tavaly is volt. Soha idén is lesz. Nem, nem. Hát annál többet nem tudok, mint amit megfogalmaztunk a Tomi halála után, azt a kis rövid kommunikét, hagyj ne idézzem rosszul, tessék megnézni. Persze. Képzeld el, azt kértem tőled, hogy játsszál nekem valamit, szerinted játszottál-e? És mit biztos játszottál? Azt nem tudom, hogy mit játszottam, de tuti, hogy játszottam. Na most azt csinálom, biztos, az elindítom, és amikor vége van, egyből folytas valamit onnan. Na biztos, hogy nem vagyok oda hangolvasra, meg semmi. Hát de nézd jó, meg előbb tessék, nézd meg! Figyelj, nekem először ezt nézd meg! Amit a megitálnak a jövő is. Valami karácsonyost. Karácsonyos. Milyen karácsonyos? Mit fogsz mondani? Figyelj! Menj az idő! Ennyi. Ennyi. Jól mozog, jól mozog. Jól mozog a csávó. Jól mozog ott. Na tessék, most más játszom. Tessék, most ezt játszom. Itt az előbb már próbálgattam, itt átjöttem a Nyugati téren, tudod, és egy kicsit tüzé voltam ilyen. Szomorkás lett a hangulatom máma. Mi? Hát nem is tudom, a Nyugati pályaudvar miatt talán, tudod, hogy ja, játszottunk igen, egyszer. Hát itt játszottatok. Egyszer? Hát hány buli volt? Egy hét. Ne haragudj, hogy pont ide hívtalak. Na, ez sem volt romba. És ez is én vagyok. Mi volt akkor a nyakadban, és ha emlékszel, hogy mi volt a nyakadban, hol van most? A nyakamban egy gurutól kaptam egy indiai láncot, azt a bizonyos láncot, és azért nem hordom most például, mert nagyon-nagyon elkapott, kellett volna talán valamivel kezelni a gyöngyöket, a fagyöngyöket, vagyis nem is fagyöngy az, hanem egyfajta növénynek a bogyója, és most már csak ott néha használom, néha fölteszem a kezemre. Megvédett valamitől? Abban a korszakban feltétlenül, mindenképpen. Igen. Nem azért, hogy most nem véd meg, és most mi történik velem, mert történnek tragédiák a lépten-nyomon, hiszen ahogy megy az élet, ugye az vele járulja. Érdekeset mondtál, nézd meg! James, mi az a nyakadban, ami birizgálja a mikrofonunkat? Ezt kérlek szépen egy indiai gurútól kaptam. Igen? És mióta megkaptam, annyira úgy vagyok vele, nem merem levenni. Figyelj! Régebben úgy, amikor megkaptam, nem mertem hordani. Így volt, pontosan. Nem mertem levenni, vagy nem mertem hordani. De megvan még. Persze, csak azért nem hordom, hogyha nehogy szétszaladjon valahol pont egy olyan helyen, szétgurul, elszakad, stb. Amikor a Tomi beteg volt, hordtad? Igen. Az volt a kérdésem akkor, hogy a gyerekeid hallgatnak-e Loksit, akkor, amikor ott voltunk. Mit gondolsz, mit mondtál? Hú, szerintem azt mondtam, hogy igen. Valószínűleg. Na akkor nézd meg, és utána reagált le, tessék. Nézd meg. Hallgatnak Loksit? Most igen, a nagyobbik lányom az mindent hallgat, a kicsi az most fedezte fel. Ott azon veszem észre, hogy a saját kis PC-jén ott vannak a képek, hangok, állandóan énekli. Mit is énekelt valamelyik nap? Én nem is tudom, LGT-ket énekel, mostanában nem tudom, most ez lett a divat nála. Nézd, nem változott a helyzet, jönnek velem mindenhova, amerre megyek, amikor tudnak, hiszen ugye, hogyha azt mondom, hogy eltelt, bár hagyjuk ezt, hogy hány év telt el, a hölgyekre ugye hagyjuk, ne is keverjük bele, de minden esetre azóta is töretlenül, hogy mondjam, kedvelik a tevékenységemet és támogatnak. És te hallgatsz LGT-t? Hallgatok. Képzeld el, egy DVD-t szorongattál a kezedben akkor, azon én rettenetesen meglepődtem, mert akkor éppen filmzenét is írtál. Emlékszel, mi volt ez a DVD? Nem. Nem? Nem. Hát pillanat, várjál, hagyj gondolkozzak. Mesezene volt? Akkor annyi mindent írtál, se többit. Hát ez rajzfilmnek is írtam. Na ezt nézd meg, komolyabban, tessék. Készítettek egy nagyszerű filmet Leonardo életéről, ez a amerikai popkulturális filmet, és annak volt szerencsém, hogy felkértek és elkészítettem a zenéjét. Bizony. Leonardo. Díjat nyertem vele, nyertünk vele, moszkvai, nem tudom én, arany, nem tudom én. Azt mondtam, mondjál nekem 3 Lokomotív GT dalt. Szerinted mit mondtál? 3-at kértem, és így néztél. Most mit mondanál? Mondjál 3-at, amit a Karácsony János írt. Hát, mit tudom én, a dal a miénk, utolsó szerelmes dal, áld meg a dalt. Nézd meg, mit mondtál? Mondjál 3 olyan lokomotív nótát, amit te szereztél, és szerinted... Sineken! Jó, Sineken. Tudod? Persze. Na, Sineken, mi van még? Áld meg a dalt, Kaboló, Mik vannak még, mondjál, amit nem készítem, könyörgöm, tanár úr. Hát ez óriási. Na most, akkor... Jó, hát nem csak ezek jutottak eszembe, mert holnap ezeket fogom játszani Szentendrén. Ja, hát akkor tessék, látom, miről eszembe jutottam. Azt kértem, arról beszélgettünk, hogy ugye akkor már a tehetségkutatók javában zajlottak, és azt kérdeztem tőled, hogyha összeállna bármilyen tehetségkutatós, lehet-e még valaha egy olyan zenekar, mint a Lokomotív GT volt? Ez jóra van, az kész, fogós kérdés. Laksi, hát figyelj, na ritka. Nézd meg, mit mondtál, Ime. El tudsz képzelni 2007-ben vagy 2008-ban, hogy összeáll 4 megasztárost és 4 megasztáros gyerek, és csinálnak egy olyan produkciót, mint ti négyen csináltatok annól. Lehetséges ilyen? Hogy megtölti a Tabánt, a szigetet, van ilyen? Nincs. Nem tudom elkezdeni, megmondani miért. Azért nem, mert menj, vagy vigyék ki a Tabánba 30-50 000 embert csak ingyen. Szörnyű. Hát nem tudom a választ. Nézd, jó időben, jó helyen, talán a korszak szülte, tudod, tehát ezek mind számítanak. Tudod? De mind. Furcsa, hogy merem ész most a kérdés, megmondjam miért? Na. Azt tettem fel azt a kérdést, hogy mi volt a titka az LGT-nek? Hát, egyrészt, ha tudnám, eladtam volna. Nyilván. De hát azért persze meg lehet fejteni, hiszen annyi idő telt el, hogy már bizonyos rálátása van az embernek. És ez is azt mondom neked, a kérdésedre válaszolva, hogy igazából nincs megfejtés, jó időben jó helyen kell lenni annak a 4 embernek. Nézzük! És talán az LGT-nek a sikere talán ebben rejlik, hogy úgy tudtuk megfogni, úgy tudtuk muzsikálni, hogy az hiteles is volt, és az is, mert saját magunkat játszottuk el mindig. Igen, mert ezt mondom most is. Ez a véleményem. Most mutatok neked még egy bejátszót, és azt írtam fel ide kérdésnek, hogy hiányzik-e, amit most fogsz látni, és tudod, hogy többé soha. Nézd, hiányozni hiányzik, de azt nem az hiányzik, hogy már soha többé nincs, hanem hogy tényleg így lett vége. Emlékszem, melyik dallal köszöntünk el? Az biztos nem. Na akkor most én bekapcsolom, te kezd el játszani. Máshol vagyok hangolva, de várj, honnan inkább tudod, nézd meg. Isten áldjon, nyomjad meg. Nézd meg, hogy csináltuk meg, aztán majd játszol, várjál, figyelj. Kereket a fülembe csatod, lát, de jó nekem! A katonák, csak rontják bennem az energiát, a síreken! Vagy nézd meg, milyen képpel fejeztük be! A kérdés a helyzetem, hogy fut velem, vagy jön felé, a síreken! Ja, bejátszottatok a... Mr. LGT! Yeah. Mi lenne, hogyha találkoznék azon a bizonyos aranyhallal, és kérhetnél egyet? Mit kérnél? Hú, nehéz ügy. Ja, én azt gondolom, hogy egészséget mindenkinek, szeretteinknek, a közönségnek, és meg is mondjam csak, hogy tartsanak meg, intézzi el, hogy tartsanak meg jó emlékezetünkben ezt az egész zenekart, és engem is. Polgár Zoli barátom tudja, hogy szereted ezt a terméket, ezt a nagyon finom bort. Bizony szeretem a jó. Arra kérlek majd téged, hogyha felbontod jeles alkalommal ezt a bort, akkor egyet kocincs, amit a másunkra is. Úgy lesz. Jó? Feltétlenül. Büszkén viselem a barátságodat. Köszönöm, hogy szépen, én is. Köszönöm. Trendoptika csoport, a szemünk fénye. Termékeikkel tisztán látjuk a múltat és a jelent. A Portabella Vita csapata gondoskodik arról, hogy fiatalosan utazhassak a múltból a jövőbe.